Na most az a baj, hogy nem tudom, hogy tök ebből a nézetből... CCC... Vagy nem címész, Ctrl, 4, 5, 6... Nem, hiába nyomom a Ctrl-t, nem tudok kijönni ebből a nézetből. Triton? Ez most egy játékos sülyeztette? Jó, hogy most már nincs is feléledésem. Marian, nem lehet más küldítsány Alphaz, nem lehet más játékot játszni. Csak lehet más küldít csinálni, vagy felfedezni, vagy bármi más. Szomorú szamuráj. Nem hinném amúgy, hogy a... Meg most gondolkozom, hogy a billentyűzetemmel van gond, de a klikkeket se viszi be. Aha! Nyomkodtam hosszan is már, röviden is. És általában ilyen 6.-8. próbálkozásra szokta beadni. Fel van-e hajó upgrade-elve? Nem, még csak most szereztem meg. Tudom, hogy nem kell hosszan, de hogy az elején azt is próbáltam. Így szoktam nyomogatni. Kontra, pak, és akkor ilyen 6.-8. beadja, van, hogy 10. Game reset? Lehet, hogy ez megoldja? Nem tudom. Mert nincs felvivarban. Nem tudom, én még semmit nem csináltam. Ugye a questek alapján megyek, és azokat csináltam meg, amiket mondtak. Most lett meg a hajóm. Á, most elvesztettem basszus mindent amúgy. Mert nem mentem el a lootomért. A rame hibás, igen. Egy, most is nyomom, egy. Na most sikerült. Egy. Most bezeg, egymás után sikerül. Úgyhogy, most sikerül mindegyikre. Ezt szeretném én. Csak a hajón nem megy. És most kell ripérelni? Egy. Mondjuk az elvárás itt megnyomott, hogy működje. Mert én elfogadom, hogy a bétában vannak gondok. Csak ne pont egy ilyen legyen. De bugok nyugodtan. Ha de csak az kellett, hogy én itt rage-eljek róla egy 10 percet. Oké. Volt valami armor, tehát amikor megnyomtam a space-t, itt van egy armor. Csak ezt one-tappolták, ezt az armort. A hiszti minden megold. Most minden alkalommal működik, érted? Beszarok. Komolyan mondom. Makacs majd, ha kell, akkor nem fog működni. Amúgy ebbe biztos, hogy a kacia. Na, de a shipwreck-en még ott van. Lehet, hogy nem tűnik el nem úgy, mint Sea of Thieves-ben. Lehet, hogy a harc közben a játék is bepánikol. Aztán arról csak a legénység lehajol. Lol, okay. Na jó, majd a következő meghalásomnál, ami fél perc múlva lesz, megnézzük ezt az armor dolgot. Te beszartam. Na ez a hang, ez ismerős. Be
De az, de miért vannak egy helyen? Lennének külön, hogy meg tudjam őket ölni. Amúgy, hogy tudok? Figyelj, ide hívok segítséget. Valahogy lehet amúgy. Kapitén! Szembeszél van, kapitén! Na, hol a hajónk? Hogy lehet kivenni a... Jó, jó klikket nyomogat. Ezek milyen madarak? De szépek vagytok. Na jó, ebben nem megyek bele ebben nagy izé gangbangbe. Maradjunk a szélén. Megpróbáljuk sokat gyára is. De nem az a baj, hogy én szerintem még egyes vagyok, ezek meg kettesek. Jó, rajta vagyok. Figyeljétek meg, most lesz jó. Érzem magamban az erőt. Er. Egy-egyére csapták ki. Aki csapni valót. Most... Mindjárt elsüllyed! Négyes! R. Jó, ez messze van hozzá, oké. Fordulandusz. Lövés! Ránk jöttek mások is. Jó, F. És akkor így menjünk innen gyorsan. Let's go. Oké. Jó, itt van egy másik player. Nagyon jó. Na ez most mi volt? Kajak, izi... Én is belelövök. Nincs. Fordulás. Lövés. R. Nem, nincs R. Akkor jó. Oh-oh! Ne engem lőjön a player! Nagyon jó! Kettőt esélyeztettünk! Na most? Ez mi volt? Szia Kius! Nem fél HP-n voltam még? Ki ölt meg? Mi ölt meg? Tigre. Ez most egy player volt? Pedig most olyan ügyesek voltunk egyébként. Vegyük fel a lootot, azt takázunk innen el. Jó, köszönöm. De kicsit felidegesít egyelőre ez a game. Elég nehézek tűnik, amúgy lehet balanszolnak majd rajta. Szerintem csak én vagyok béna egyébként. Én néztem több streamet, és én egyáltalán nem láttam, hogy más bénázna vagy el. Sőt, elsüllyedést konkrétan nem láttam. Egyik streamertől sem. Szóval... De jó. Pont középen süllyedtem el. Úgyhogy mondom, szerintem csak én vagyok béna. Nagyon fura ez a mechanika, mintha valami 2000-es évek elején megjelent kalózos játék lenne. Mert mind milyen szempontból? Én most azt nem értettem, hogy fél HP-n voltam, vagy 3-4 HP-n, és valami vantapolt. De ez az egyetlen player itt, az Underdog. Szóval biztos, hogy nem ő volt. Jaj, neki megyek a playernek. De látjátok, hogy ő is mindjárt meghal, gondolom ő is szenved vele.
Látjátok, milyen kevés életem van? És meg fog most halni valószínűleg. Vagy nem tudom. Lehet, hogy ő ügyesebb. Maradjunk még itt, próbálkozzunk. Nem tudom, mit kéne csinálni. Megnézem, hogy vele mi történik. Őt is nagyon durván sebzik. Ah, nyomott egy repair kitet, és már le is sebezték. Megpróbálok neki segíteni. Mert ezt úgy tudom elképzelni, tényleg ez kettem. De, ajajajajaj. Elnézést! Aha, a player elsüllyedt itt mellettem. Hát ez szopat. Megint bejöttem ebbe a izébe. Most tökéletesen működik amúgy a kontra. Mi a faszom ez? Ez mi volt? És jönnek utánam négyen. Na mész a picsába. Segítség! 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 Ne, ez mi? Ez mi? Jézusom, elnézést, most kezdtem a játékot. Úristen, van. Cogwheelből megvan annyi, amennyi kell. Ne, ne, ne! Ne, 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 léci, ne, léci, ne, léci, ne, nincs több repair kitem. Léci, ne. Hagyjatok. Miért jön egy egész flotta utánam? Ez mi a pöcs? Kész a quest, mert csak vissza kell vinni. De hallod? Ezek nem hagynak békén. Mi a pöcs? És rossz feleme. Ezek mikor hagynak békén? Mit kell csinálni? Szia, Alex! Nem, ez nem Sea of Thieves, ez Skull and Bones. Szóval mire mondod, Máté? Tiszt emlékszem, hogy vitt valami... Volt valami hasonló játék? Don't judge a game by Maris gameplay. Pontosan? Nem, tehát a játék nekem egyébként nagyon-nagyon tetszik egyelőre. Csak most ez az event, mert szerintem ez egy event volt, ez elég nehéznek bizonyult így egyedül. Multiban szerintem ez nagyon jó lehet ez az event. Ha sok ilyen lesz a játékban, akkor lehet, hogy ez egy inkább egy multi-orientált játék lesz, ezt még ugye nem tudni. Hogy ezt single playerben élvezhető jobban ez a játék, vagy multiban. Most ez így single playerben ezzel a szinten nehéznek bizonyult. Illetve felidegesített ugye, hogy nem működik de a kontroll, meg a különböző gombok, de most konkrétan folyamatosan működik. Minden egyes megnyomás nem működik, amióta így rage-eltem róla. Szóval ez nagyon érdekes, most fogalmam sincs, hogy mi történt. Megnyitottam ugye a control panelt. Nem tudom, hogy az miben befolyásolt, és azóta működik, hogy a settingsnél a control panelt megnyitottam. Hát most muszáj így kellett tenni, hogy kikerüljem őket. Amit eddig láttam belőle, nem tudnak elképzelni egy multi dolgot, mert nekább olyan, mint a Pélia szerintem. Hát partiba lehet állni, ugye, és együtt. Például ezt az eventet, ezt szerintem nagyon fán lenne multiban így együtt megcsinálni. Már láttam egyébként, hogy a multi hogy működik, mert a Fuzzy, aki egy Sea of Thieves streamer, ő a feleségével játszott ezzel a játékkal.
És akkor ők playereket is így levertek, hogy ketten. Szia, Harni, hogy vagy? Megjött a játék. Igen, Alfon. Nem, Arni, még vagyunk. Nem tudsz közöled jellemes. Még mindig nem tudom, hogy lehet egyébként számot váltani, mert tudom, hogy lehet, csak nem tudom, hogy. Ez mi volt? Valaki ott elsüllyedt, vagy... Ott volt egy csomó szilver, meg minden, vagy valami random loot volt ez? Nincs tavasza. Ugyanaz a grafika ennek a játéknak a Sea of Thieveshez képest. De ez hogy érted, Alex? Hát a Sea of Thieves az egy ilyen cartoon grafika, ugye ez ilyen mesés rajzolt. Igen, Lulukához hasonlít. Na. Ugye a játéknak a grafikája ez ilyen asszaszinos, mert hogy ők csinálták az asszaszint is. Mit akarunk leadni? Leadni a questet. Illetve megnézzük akkor ezt, amit itt a hozzáértők írtak, ezt az armort. De érdekes, hogy ezt nem magyarázza el a játék, hogy amúgy fel kéne raknod egy armort a hajóra. Mielőtt bemész egy ilyen 15 fős hajó questbe. Ami szerintem mondom valami event lehetett, mert azt tudom, hogy itt vannak eventek. Azt láttam másnál streamben, hogy például van egy hatalmas nagy erős hajó, és azt közösen más játékosokkal meg kell ölnötök. Amúgy ezt nem értem, Máté, mert én megnéztem azt az Assassin's Creed Black Flag-et, és Ctrl-C, Ctrl-V a grafika. Csak ugye jobb, mert már ez újabb játék, mint az. De teljesen ugyanaz. A hajó nézet is, meg minden. Na, oké, leadtuk ezt a questet, most jöhet a kövi. Oké, és Dressed to Kill. Jó van már. Ez micsoda? Ez miért ilyen special quest? Na jól van, nézzük meg akkor. De most hány köztet adott? Húha, most megjelen nagyon sok minden a képernyőmön. Questek sokasága. Na várjatok, először megnézzük akkor ezt az armor cuccat. Köszi, lila hajú lány. Hát egy ilyen... Hányszor próbáltuk meg? 6-szor? 7-szer? Csak sikerült.
You bringing me good business. Tehát armor kell nekem. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, tudom, ki, never the same, totally unique, completely not ever been done before. Where did I put that? Miért van egy felesleges Canonom? Ez mi volt ez a csingiling hang? Come back anytime. Ezek ti voltatok? Így van, elsőre! Ja igen, igen, elsőre sikerült. My money don't jigger jigger. It falls. De neki már megvan ez a maszke. Nekem ezt nem sikerült felvenni. Ez az, kapom itt a cuccokat. Yeah, yeah, yeah. Oké. Okay. Akkor most mik ezek? Húha. Emlékeztek, hogy amikor itt voltam először, mit mondtam? De kell, hogy itt nem lehet felvenni bountyt. Oké, okay, szóval fel lehet venni bountyt. Ezeket le lehet vadászni. Nem tudom, mindent felveszünk, amit látunk. Contract accepted. Ádám, köszi a követést. I've heard enough about you. What say you work for? You are greedy as a shark. As long as I get a. Ez mi az a jelzéscske? Years back on the coast of Africa, Tatamo was a. The basis. Na jó, mindent felvettünk, amit tudtunk. Köszi Ádám, hogy itt voltál. Szia, szia. Ki akarok ebből a beszélgetésből? Köszönöm. Oksi. Még valamit meg mindig fel tudok venni. Vegyünk fel mindent! Jézusom! Available a contract. Jó, hogy bőven van mit csinálni ebben a játékban. Azt az mind felvehető quest volt. Jó. Knowledge. Hű. Annyi content van ebben a játékban egyelőre, úgy látom. És hol vannak a questjeim? Captain. Ó, itt van a szintem, ezt meg sem néztem még, hogy hol járok ebben az infémiben. Tutorial. Hát ez nem ártana, igen. Ennyi? Ennyi a combat tutorial? Okay. Azt, hogy lehet, hogy a csokinak nem érzem az ízét, se a levesnek, se semminek kivéve a hülye neocitrend. Amúgy ez az érdekes a Covid-ban, hogy ilyen random dolgoknak érzed az ízét. River chest. Na ez mi? Ki lehet nyitni? Open. Pickaxe. Wow. Long gun. Ez micsoda? Longan Grinder. Na jó, menjünk el ezekhez a piros questekhez, remélem nem nehezek. Scholari, nagyon-nagyon szépen köszönöm a Prime-os előfizetésedet. Köszönöm szépen a támogatást, nagyon kedves tőled, köszönöm. Fekjelte el sub parancsal, láthatod mostanában, hogy milyen előnyökben részesülsz. Kop, kop, kop.
Tényleg be van rúgva, Máté. Szia Gábor, mi újság, hogy vagy? Köszi Alfonesz. Oké. A fő quest, az nem tudom mi. G. Ja, itt vannak a questjeim. Meet John Scarlock, the Kingpin of St. Anne. Itt mellettünk. Hol? Mi az, hogy? De hát ez itt van. Lehet nem kellett volna kijönni a szigetről? Véletlenül megint megnyomtam az S betűt. De nem baj, mert szerintem a szigeten kell valamit csinálni. Nyomj vagy, Mátéka? Máté szereti a kókot. Anya bántanak. Én nem voltam kavitas hálaéknek, de kipróbálnám milyen, ugyanígy, hogy nem érzek semmi ízt. Nagyon furcsa egyébként, de a legfurább nekem a randomizom fájdalom volt. Az sokkal furcsább volt annál, hogy nem érzek ízeket. És emlékszem, hogy akkor volt, csak egy napig volt ez az izomfájdalom, egy teljes napig, és pont akkor Sea of Thieves-eztünk egész nap Allianzban, ilyen 12 órát kb. A Daniékkal, és így végig pusztultam meg a fájdalomtól. Na, nem igazán tudom, hogy most ez a quest ez mit akar tőlem. So you meet John Scarlock, the Kingpin of St. Anne. Ez a térkép is nagyon furcsa. Ha jobbra nyomom, akkor balra húzza. Tök furika. Ja, egy hajón van. Oké. Okay. Nem, az a hajó az enyém. Nem lehet trekkelni. Trek. Trekking. És akkor ez mit jelent? Aha, a szigeten van. Jó, rosszul mutatja a térkép. Nem lehet bemenni. Az egész game fura, ennyi idő alatt ennyit sikerült összedobniok, hát ez gyászos. Játszottál már vele, Foxy, vagy csak másra láttad? Én nem tudom egyébként, miért szidják sokan. Nekem nagyon tetszik eddig. Csak ugye az interakciókkal van gond, de hát ez még csak béta. Nagyon cuki vagy, Szkoleri, köszi szépen. Ez szimpi. Az szimpi, hogy mennyire nem sikerült ez a hülye event, vagy quest, de aranyosan köszönöm. Vankoltam, de elmejátszottam vele. Nem tudom, azt érzem egyébként, mármint, hogy tök oké, hogyha van az embernek véleménye nyilván a játékokról, és minden ízlések és pofonok kérdése, valakinek tetszik valami, valami nem. De én annyira erőteljesen azt érzem az elmúlt ilyen két évben körülbelül, hogy valamiért egy ilyen nagyon negatív hullám van a gamereken a játékokkal kapcsolatban. Szkeptikusak, értem, hogy van oka, hogy miért, de közben meg annyira királyjátékokat kapunk. Tény, hogy azért felháborodni lehet, hogy ezt a játékot mennyire csúsztatták, szerintem is nagyon-nagyon gáz, viszont nekem most egyelőre nagyon tetszik, és nem tudom, én azt látom más külföldi streamereknél, akiknél ilyen több ezer néző van, hogy annyi negatívat írnak csak az alapján, hogy néztek mondjuk egy órát egy streamből, és hogy lehet, hogy valamelyik
ilyen negatív vélemény valid, mert neki csak szimplán nem tetszik, de hogy van, ami mögött nem nagyon értem a logikát, csak úgy rá mondják az emberek, hogy hát ez a játék szar, most nem azt mondom, Foxy, nem, te ezt nem mondtad, azt mondtad, hogy fura, csak most ebből eszembe jutott ez, hogy azt érzem egyébként, hogy nagyon negatívak mostrában a gamerek. Viszont akik megjátszanak, én körülbelül 6 embernél láttam ezt a játékot, streamereknél, és szia Mimi, és konkrétan mindenki imádta azok a streamerek, akiket néztem, eddig csak külföldieknél néztem egyébként, a magyarok nem tudom milyen véleményen vannak róla. Na. Oké. Okay. Szerintem a fősztorival menjünk. Most ugye van egy csomó questünk, ez a Broken Ground, most a fősztori. Viszont ez azt jelenti, hogy kettes szinten ajánlott a quest. Húha, már csak 2 óra 50 percünk van. És én meg egyes. A szintemet hol látom? Vak vagyok? Szerintem ez azt jelenti. Kettes szint, 3-as szint, 2-es... Milyen jó trekkelve van alapban. Maga a játék nekem is bejön, ne érts félre, csak a kinézet fura, olyan, mint amit 2 kávé között dobtak össze unalomból, pedig már régóta komolyan, úristen, nekem annyira tetszik a kinézete. Fú, az, ami engem megfogott a játékban. Iszonyatosan jól néz ki szerintem a játék. Annyira szép. És egy Sea of Thieves után, amit alapból szépnek tartok, ez azért nagy ugrás szerintem. Bár teljesen más a kettő stílus, úgyhogy ezért nem hasonlítom össze a kettőt. Góttabi szimulátor, mert... Szerintem úgy alapvetően az embereken azt lehet érezni minden téren mostában nagyon lehúzó. Amúgy igen. Igen, ez tény. Azt a picsa, de megijedtem. Ez mi volt? Na most jó messze megyünk. Amúgy azt tudom, mekkora lesz ez a pálya. Hű. Azért very big lesz. Na jó van, let's go. Nem tudom, szerintem iszonyatosan gyönyörű. Na, én már, nekem a trailerben is olyan tetszett a kinézete. Hú, és evet lapozni, lehet lapozni a térképmenüben, ott lesz a szinted. Szia Sanyi, köszi szépen! Ja, hogy még ennél... Itt kéne, hogy legyen a szintem. Ja, itt van, bal fent. Még mindig egyes vagyok. De hol látom, hogy mikor leszek kettes? Rank 1, aha. Nekem is tetszik a kinézete, ne örülök, Fruzsi. Mondjuk manapság már embereket egy mondat alapján megítélnek egyesek, úgyhogy szerintem nem kell csodálkozni, hogy a játékoknál is az a helyzet. Ja, meg az a durva, hogy cancelözik a játékokat ugyanúgy, mint az embereket. Már nagyon meguntam, hogy a kamera mindig kitakarja a hajót. Ja! Hogy a Gottabit is mindig lehúzza a sajtó. Igen. Az a baj, hogy egy-két játék magasra teszi a lécet, és sajnos nem veszik észre a játék szépségét, hanem csak hasonlítgatnak. Ja, lehet. Igen.
Ez tény, meg hát nyilván sokat nyom alatba az ár. De szerintem úgy vannak vele az emberek, hogy mostában ugye nagyon sok játék jön ki, az elmúlt években nagyon sok nagyon jó játék jön ki, és de itt én nem szeretnék ebbe belekeveredni. És hogy mondjuk ugyanannyit kérnek el egy gagyib játékért néha, mint egy ilyen nagyon jó kinéző, nagyon profi megcsinált játékért, és akkor lehet, hogy már az emberek ezért is szkeptikusak egy-egy játékkal kapcsolatban. Nem tudom, én mondjuk annyit csináltam volna a Ubisoft helyében, hogy legalább kicsit olcsóbban adom a játékot, ha már ennyire csúsztatnak, hogy valamilyen, valamit adni kárpótlásul, mert ez nagyon... Nagyon gáz volt ez a csúsztatás. Szia, Taki! Valóban, ha ilyen gyenes lenne, még azt mondanám, játszok el egy keveset, de 22 ezerért no-no. Ugye nem tudom még pontosan mennyi a sztori, elvileg nagyon sokáig lehet játszani, hosszú a sztori, és sok a content, ezt mondták ugye a fejlesztők, most ezt még nem tudom, hogy most túlmentem. Beszélek. Aha, itt kellett volna. Mert... Jó, hogy itt ki kell szállni a szigetem? Megnyomtam az est, nem tudtam, hogy itt ki lehet szállni. Szóval, hogy ezt sokan elfelejtik, hogy a pénzért nem csak azt veszed meg, hogy mennyire szórakoztató a játék, és milyen szép, hanem ugye azok a játékok szoktak még sokba kerülni, amiben nagyon-nagyon hosszú a sztori, hogy ne csak az legyen ugye, hogy játszol vele egy hónapig, vagy mit tudom én. Például ott van a Hogwarts Legacy, ami szerintem szintén nagyon drága volt, ahhoz képest, hogy mennyi content volt benne. Szóval így végigpörgettük a sztorit ugye 2 hét alatt, aztán még pár hét volt a sidequestek, és a collectibles-t meg nagyon gyorsan meguntam. Annak a felét ugye nem csináltuk meg, de hogy azzal a játékkal például szerintem nem lehet egy hónapnál többet játszani. És az ugyanennyibe került, ha jól tudom. Szóval nagyon szórakoztató volt, nagyon fán volt, megérte megvenni. Viszont hogy azt is kell nézni egy játéknál, hogy mennyi content van benne. Na jó, akkor ez a quest, ez itt lesz a... egy szigetem? Úristen, FX, teljesen elfelejtettem. Most továbbra is csak questet veszek fel. Én elfelejtettem, FX, nem tudom, hogy a Barbie-nak a fejében van-e. Szerintem már nem. Na például a Skyrim, én ezzel nem játszottam, de hát tudom, hogy az ott például nagyon-nagyon sok content van, igen. Imádom, hogy ez a csaj mindenhova jön velem, ő a bulám? Ő a jobb felem? Ő a sugar baby. Na, mit kell csinálni? Bribe the sea people for reports on Sherlock's enemies. The sea people. És ez... Meg kell... Nem mondod, ez a quest. El kell ide jönni, beszéltünk a csávóval, és most el kell ide jönni beszélni valakivel, el kell oda menni beszélni valakivel. De felfedezzük ezt a szigetet? Nem tudom, itt mit lehet csinálni. Itt is van egy story gem. Vagy ez mi? Ja nem, csak ugyanaz a jel. Ez egy izé. Mi van itt? Ja nem, ez a story gem. Aztán ide teleportálódott a story gem, beszarás. És ez miért fontos nekem, hogy egy random szigeten ezt kit... hogy ezt el tudom érni, ezt a story gem. Nézzünk körbe, hogy egyáltalán mit lehet is szigeten csinálni ebben a játékban, és mit lehet... lootolni. Oké, okay. Canonokat lehet. Róp. Szia, ez komi újság. Hogy vagy? Na, ez az Reni.
De René, neked eddig is megvolt. Ja nem, a kincső. Kincsővel keverlek. Beszarok. Elloptam a vizet a tenyeremmel. A markommal. Én azzal úgy vagyok, hogy inkább legyen rövidebb a játék, de az pöpec akár mennyibe is kerüljön. Én inkább a hosszabbat. Én inkább, mert mint hogy persze szórakozzak, meg jó legyen, jól érezzem magam, de hogy hosszú távon tudjak vele játszani. Én úgy vagyok vele. Meg ugye érdekes, Máté, hogy a kinézetét mondtad a játéknak, amikor azt mondtad, hogy neked ugye teljesen mindegy, hogy hogy néz ki egy játék. És ugye a tartalma lényeg. Jézusom, pislog, légy szíves, vagy most azonnal leszúrom magam a... Ó, köszönöm szépen. Hú, jó. Nem pislogott. Itt skineket lehet venni. Aha. Meg supplyt. Jó, főzni elég sok helyen lehet, úgy látom. Az a baj, ezt olyan sokat csúsztatták, így a képzeletbe itt léc is feljebb tolódott mindenkinek, vagyis sokan jobbat vártak, lehet azért fura nekem is, pedig lehet alapból is ilyenekre járra akarták, nem rossz ez se, csak idő végeredmény arány elég gyatra. Igen, nagyon idegesítő, hogy mennyit csúszott, viszont azért nem lehet még ilyen konklúziót mondani, mert ez egy béta, amiből még az ember maximum 6 órát látott, és hogy ez egy elvileg nagyon-nagyon komplex, hosszú játék, és hogy még azért nem lehet nagyon így ez alapján konklúziót mondani szerintem. Ilyen kis bázisok vannak itt. Na jó. Do you seek a deal? Benson. Pirate's bonfire, throw powder. Ja, ezt akkor player gyújtotta meg. Micsoda kört csinált. Mi a faszom történt? Stamina boost for the next 20 minute, stamina regeneration will be boosted. Very nice, szós. Port dobtam a tűzbe. És boostolva lett a staminánk. Jaj, valaki calls for help. I can't help you, I don't know where I am. Where am I? Where I am? Amúgy visszacsinálom a minőséget arra, amit ajánlott a gép, vagy hát a játék. Médium? De nem, hájon voltunk, nem? Akkor ez volt. Hiába hosszú, ha a felénél tegyük fel ismétlődő és vontatott. Szia, Zsejke! Ezért nem szeretem az Assassin's Creed-et. Ki 3-4 küldetés type ismétlődik a végtelenség. Ja, de hát ezt még nem tudjuk, hogy itt ugye ez jelen van-e. Eltévedtem totálisan. Hú, ez egy elég nagy sziget. Ne játssz a tűzzel. Kapténi? Szeretnék elnézést lemenni erről a szigetről. Norbika! Itt kérdezgette... Nem lehet leugrani. Kérdezgettek, hogy neked hogy tetszik. De nem voltál itt. Mert gondoltam, te biztos le fogod tölteni majd ezt a bétát. Letudtam 2 Z7 az egyetemen, életem leghosszabb napja volt. Sajnálom, de jól sikerültek. Ez egy... Nem lehet kijutni ebből a szigetből.
Annyira szép ez a játék. Ez is hogy néz ki? Honnan jöttem? És merre tartok? Úristen, megnyomtam a C-t. Csúszni akartam, mint a Finals-be. Lehet úszni egyébként? Nem. Elnézést, egy kalóz vagyok, és nem tudok úszni. Ez szomorú. Szia, podlóz, mi újság, hogy vagy? Ez loot? Nem. De innen jöttem. Ó, ez viszont canon. Gimme. Ja, tudom, mert itt csúsztam le, és visszafele nem lehet menni. Örökre itt maradunk, kész. Ez az idő nevezetű film. Vagy idő című film. Ahol megöregszünk. Arra már elmentünk egyszer. Csak rájövök, hogy lehet erről a szigetről kijutni. Mert teleportálni? Úszok halosszul nagy elvárások. Itt a hajónk. Itt vagyunk, itt a bulám. Best travel. Wait a minute. Van fast travel, és hova lehet fast travelözni? Dock here to unlock fast travel point. Yeah. Jó, ezek outpostok. De hát hogy, hogy ezek out... Ezek csak sima szigeteknek tűnnek. Az is, ami most vagyok. Ez is egy outpost. Ha. Aztán mindig megijedek. Na jó, tehát először el kell hajózni ahhoz, hogy a fast travel ott unlockolódjon. Sorry, Méri, én holnap fogom szerintem kipróbálni, bár ma volt olyan stream, ahol lövés közben ugyanúgy kívülről mutatta a hajót. Ez egy kicsit idegesítő, kíváncsi vagyok, játszva milyen. Volt olyan stream, ahol lövés közben ugyanúgy kívülről mutatta a hajót. Ez mit jelent, Norbi? Tom Hanksként itt kell élned mostant egy Wilson labdával. Úristen, imádtam azt a filmet. Jó, na akkor menjünk tovább. Ez most egy ilyen uncsib küld ide, nem is baj. Én most az előző csúfos vereség után lehet, hogy egy darabig nem akarok arcolni, amíg nem vagyok magasabb szinten. Kapitén. Ez mi ez a jelzés? Fú, annyira komplex még ez a játék nekem. Annyi minden van benne, hogy ezt így 6 óra alatt belekóstolni így nagyon nehéz. Sajnálom, hogy csak ennyi időt adtak erre a closed beta-ra, amiatt is mérges vagyok. Hú, de jó szembeszelünk van. Konkrétan egy helyben állunk. Szia, Luciz! Nálad mikor lőttél, akkor az egy oldalról mutatta neked, viszont másnál ugyanígy, ahogy most látjuk a hajót menni, mutatta a lövést. Hát ugye, ha bele jobb klikkelek, akkor így belezoomol, és ha az egeret mozgatom, akkor ugye tudok körbe-körbe nézni. Hátrafele nem tudok lőni, de majd fogok tudni, ha lesz oda canonom. Előre meg oldal. Most elő van két canon. Bal oldalon kettő, jobb oldalon kettő.
Meg vannak különböző nézetek. Megint nem működik a kontrollom. Na most. Ez a hátsó kamera. Hát mondjuk ez a három nézet van. Mondjuk ezt a nézetet nem annyira értem. Ki kell dobnunk valamit? Mit tudom én? Azt hittem, mi fontos, meg mi nem. De miért nincs is tele még az inventory? Hát egy... És ha megeszek valamit? Megeszek... Vagy megiszok egy kis vizet? Drink. Ja, még egy percig nem tudok már inni. Cserébe felvettem még cuccot. Igen, Norbi, nagyon hasonló ahhoz. Jesus. Jaj, itt ez nekünk nincs felfedezve még ez a rész. Aha, na várja. Hunter, nagyon-nagyon szépen. World Event aktív. Na most kezdődött egy event, mint a Sea of Thieves-en is tudjátok, vannak az eventek, csak itt most értesítést is kapsz róla. Szerintem én még nem fogok eventezni, valami azt sugja, hogy nem kéne. Hunter, nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet. Mi újság, milyen volt a stream, mit csináltatok? Ti is Skull and Bones-oztatok? Megtenné, hogy nem jön nekem? Köszönöm szépen. Interakt, ide is ki lehet szállni. Hú, felrobban az agyam egyelőre. Annyi mindent megnézni, mindent, ami szembe jön, de tudom, hogy nincs idő. Na, milyen a játék? Nekem tetszik, Luciz. Nagyon tetszik egyelőre. De hát nagyon kevés ez a 6 óra ahhoz, hogy így rendesen ki tudjuk próbálni szerintem, mert egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon sok kontent van benne. Az elején problémám volt, nem nagyon érzékelte a betűket, hogyha lenyomtam valamit. Például kontrollal tudom előhozni ezt a panelt, ami elég fontos, és nem működött, csak mindig, hogyha mondjuk ilyen 11-re megnyomtam. És ezért volt, hogy sokszor elsüllyedtem, meg nehéz is egyébként a harcokban, én legalábbis nekem nehéz volt. Aztán egyszer csak megjavult ez a kontroll, meg az ilyen dolgok, úgyhogy egyelőre jó. Kicsit olyan, mint egy nap alatt készülni egy vizsgára, nem tudod mihez nyúj. Igen. Meg azt tudom, hogy ilyen fortokat is így lehet lövöldözni. Ezt most nem hinném, csak valami hasonlóakat. Ó, baszki, itt kellett volna bemenni. És lehet, hogy elszúrtam. Sziasztok, szép esélyt mindenkinek, hogy vagytok? Már is, hogy tetszik eddig a játék? Napon most mondtam el. Igen, azzal kezdtük, aztán folytattuk a Tell Me Why végigjátszás. Ó, az jó, szerettem azt a játékot. Most fejeztük be a chapter 1-et. Na, szuper, és hogy tetszik? Úgy nyomtam Hunter, de nekem sajnos az első 2 órában nagyon-nagyon bukos volt. És ilyen 8.-10. lenyomásra adta be a kontrollt mindig. Elég bosszantó volt. Volt egy kis... hoppá. Volt egy kis mélypontunk. Majdnem föltözvágtam a billentyűzetet. És szerintem ettől megijedt a játék. Nem tudom. Lehallgat szerintem a Ubisoft. És aztán így egyről a kettőre pont a kiakadásom után megoldódott. És azóta semmi gond vele.
Eddig nekem is olyan tetszik, nagyon durva, komolyabb a sztoria, mint gondoltam volna. A te mi vágynak? Ne örülök neki, hogy tetszik. Akkor Luci, te toltad, vagy tolod a hétvégén a bétet? Nagyon szerettem a telmivájt, ki kellene újra játszani. Játsz vele, alfan ez. Én is nyomkodtam, és nem adta be, de ha csak simán gyorsban lenyomod, jól működik. Én nem letartva nyomtam, ugyanúgy, mint ahogy most nyomom. Meddig keringek még a sziget körül? Annyira vicces, amikor így lehúzom a vitorlát és fordulok, olyan hangja van, mint valami dínónak. Ja, hogy itt be kell venni egy öbölbe. Itt is be tudtam volna jönni, ahonnan indultam, basszus kulcs. Semmi baj. Legalább felállokkoljuk ezeket a fast travel teleport pontokat. Jó, ezek ilyenkor szokásos gondok még bétákban, de hát azért is... Igen, én is ezt mondtam, hogy igazából ez béta, csak sajnáltam, hogy pont egy ilyen hiba, mert jó lett volna inkább bármi más. Csak hogy így akkor annyira úgy tűnt, hogy játszhatatlan, mert konkrétan nem működött. Semmi. A kattintás sem működött rendesen, az F sem, az Y sem, tehát hogy így nagyon nehezen csináltam bármit, ez volt a problémám. És akkor volt egy ilyen mélypontom, hogy mondtam, hogy játszhatatlan a játék! Jó, hogy itt nem kell kiszállni? Nem. Most mi van? Most mi van? Ja, ennyi volt? Megtörtént a quest? Nem tudom kivenni a pinget. Jó. Ez ennyi volt, csak ide el kellett jönni. Szia, Jani, igen! Röpke 347-i fejlesztés után megjelenik a játék. Igen. Én is terveztem vele játszani, mert... Én nem terveztem vele játszani, mert avatározok. Ja, értem? Hú, én is szeretnék majd. Januártól lesz. Idő és pénzre. Jajajajaj, kapitán! Most lehet, hogy hülye vagyok, mert nem értek hozzá, de nem menti a játéknak, pont ez a része volt bugos, és ahogy onnan eljötte, azért javult meg. Előtte sem működött lila hajú lány, csak mivel ott nagyon fontos lett volna, hogy működjön, és többször kellett megnyomnom, ezért volt ott szembetűnőbb. Szia Patrik, mi újság, hogy vagy? Kocozni? Amúgy most hogy lett egy csomó helyem? Újra. Az már kettes szintű. Na, ilyen merchantokat nem látok soha. Abból a lootból én is akarok. Elsülyeztette. Merchantnál elvileg sok a cucc. Ez a broadside-re. Amúgy ez a kettes szintű player eléggé darálja ezeket az egyes szintű PVE hajókat, azt nézem. Vagy vétvát.
most hány player van? Érdemes az avatárt kipróbálnod, majd kóban valakivel nagyon látványos ketten is játszani. Igen, az egyik barátommal szerettük volna, csak ő már elkezdte, én később fogom, illetve ő légiutas kísérő, szóval eléggé bezavar ilyen téren a munkája, nem tudjuk annyira könnyen megoldani a közös játékot. Na, örülök Killer, hogy kifarmoltad, jó szórakozást a játékhoz. Én is jól vagyok, Patrik, köszönöm. Játékos nem tudja egymást támadni, de a loot mindenkinek ott van, nem veszi el tőled. Hogy érted, hogy nem tudják egymást a játékosok támadni? Hát van PvP benne. Én még nem próbáltam ki, de a trailerben, amiben így elmondták a játékot, akkor ott az van, hogy bárki meg tudja, bárki meg tud bárkit támadni. Vagy partiba lenni. Lehet, hogy még ezen a szinten nem lehet? Vagy a bétában nem lehet? Ezt nem is tudtam. A loot mindenkinek ott van, nem veszi el tőled, az viszont tök jó. Meg a PvP streamek voltak azok is, amiket én néztem. Játékosok ellen harcoltak. De én úgy voltam vele, hogy fú, én a bétában én még itt csak PvE-zek, nem merek itt PvP-be bonyolódni. De hát ugye a játéknak később elvileg a PvP lesz a lényege, bár az endgame-ről még mindig nem tudunk semmit, de én azt gondolom, hogy az endgame is PvP lesz. Na, most itt kijöttünk a szigetre. Bribe, de jó, oké, valakit találni kell. Szevasztok. Milyen lámpás van nálam? Azt a mekkora hal. Ez az a kart hal. Tudok vele be... olyan, mintha vele beszélnék. Tak. De gondolom ez a nővel tudok beszélni. Ngashu, you have come to we, many of us. Tia, we were... Most... megvettem véletlenül valamit annyival, hogy rákattintottam. Aha, itt véletlenül veszek dolgokat. Stop it! I don't... Én azt hittem, ó, nem akarom meg... Dick! Rákattintok, azt meg is veszi. Hát én ezt nem tudtam. 400 pénzelmet. Nem mit kell csinálni? Aló? Jól néz ki ez a sziget. Sötét van. Aha, ide jövök. Csok a családnak. Itt még nincs benne, csak botok ellen méz, vagyis nekem még nem adta be, de lehet ez is ilyen, ez is csak kóban van, vagy nem tudom, próbáltam szétlőni más, de nem lehetett, viszont ha oda mész mellé, tudsz neki invet küldeni. Jaja, azt vágom, küldtek nekem is, csak aztán kidobtak. Kidobtak a partiból random, rögtön. Szerintem csak kipróbált, hogy hogy működik a party invite. Hát itt felvettünk egy új questet. Hát mit lehet venni? Most nem kattintok rá semmire. Váladi skineket. Akkor ezért van olyan kevés skin az a fő outposton. Jajajaj! Földrengés van! Óriás! Dino! Amúgy ilyen repair kitet nem ártana megvenni. Szóval valahogy tuti van PvP, mert én láttam. Én láttam streamereknél. Ez micsodi? Escort Merchant.
down and out merchant ship needs help. Én elsőjeszteni akarom. Rip 400 pénz. Még csak a bétában vagyunk, ami nekem mindjárt lejár, szóval... Itt lehet költeni pénzt, a progress ez nem megy át sajnos a főgémbe. Ide tudok fast travelezni? Tudok! 230 pénz. Menjünk csak. Puty. Szia ti! Ez a Skull and Bones. Nagyon más Sea of Thieves-nél, csak mind a kettő ilyen kalózos hajós játék. Tino? Szelektív hallás. Hova fogja dobni amúgy a kulcsot? E-mailbe, Scholari. Ne felejtsd az Ubisoft felhasználódat összekötni a Twitch felhasználóval. És utána ugye beklémeled a kulcsot, és e-mailbe fogod megkapni. Lehet, hogy várni kell egy kicsit. Valakinek rögtön megjön, valakinek később. Igen, időlimites a béta, csak hétvégén lehet játszani vele, és csak 6 órát. Viszont mindenki megkapja, aki 1 órát nézi, akár az én streamemet, ugye akármilyen Skull and Bones streamen. Ne, Mati! Ne! Igen, igen, a Black Flag alapján készült... Azok által... Mi ez? Azok által, akik ők csinálták. Vagy mi? Na, már nagyon fáradok. Azok által, akik csinálták a Black Flag-et. Megint a... Kapitány királlyal kell beszélni? Nagyon vicces, hogy egy ilyen korona jelzi. Hogy merre van a csávó. Engedj már be. Twitch ma már meghalt egyszer 5 percre. Ja, amikor a chat beszart? Mennyi innen. Nem, nem volt meg a stream. You looking for the spoils of the staple cold app? All pirates are my job for the one day. Nem vicces, hogy így ugrál, hogy nyomogatom a space. Na! Pack. I'd love to. Might of my age done good. Well found. The companion I want to take him. That Shulin's demand, so we do. Most ugyanazt a questet veszem fel újra és újra, vagy ilyen sok questet ad kajakra? Ilyen sok quest, 3 questet. Nem csak a chat szart be konkrétan, az oldal is fekete lett. Aszkom. Jézus, ez micsoda? Supply route. Nekem valami háborút adjál most már. Nézd csak, ez egyes szintű quest. Ezt nézzük, nem tudok rákattintani, nem baj. Hunt wildlife and collect their trophies. Wildlife can be found along rivers and... Hippo. Mi vízilovakat, meg krokodilokat, meg cápákat kell megölni. Egyet. Azt mondja, do required, az nem tudom micsoda, nekünk nincs olyanunk. Minden küldünk 2-es, vagy még magasabb. De nekünk meg tök kevés. Izénk van. Tök kevés szintünk. Woo-hoo!
Steal Aleph from the company so you and Scarlock may profit at new expense when it can be found in chemical ships. Na mo, ja, hülye vagyok. Nem új supply road route, hanem lopni kell, elsüllyeszteni merchant hajókat. Szerintem pont ezt csinálta az előbb az a hajó, akit megfigyeltünk. Elsi Anderson! Szia Zoe! Na várjatok, leadom a Nancy! Cuccaimat, mert már a hajó tele van. Scarlock is a good client. As you can imagine, the pirate round brings me a lot of interesting things to store. Ez nagyon furi nekem, hogy nem elég csak rá jobb klikkelni, és azzal átmegy a warehouse-ba. Furi muri, ez mi? Mondjuk már ki. Open. Egy egész kínszettet kaptunk. Ez mit? Ja, ez a Long Rider, ez még nem tudom csoda. Miért lehet disztrojálni cuccokat? Tuti véletlenül disztrojálni fogok egy csomó minden. Ó, különböző repair kitek vannak. Na jó, menjünk. Ha egy víziló is meghal, Anszab, nem az csináljuk, Bence, nem az. Droppolt is játék. Ilyenkor beszart a Twitch. Mi újság, Atika? Ilyen kis szellemet mutatott a képernyő közepén, biztos megint a Nancy. Szia, kapszolok, mi újság, hogy vagy? Maris, további jó játékot, én sajnos holnap nagyon korán kellek, úgyhogy most csak eddig tudtam lenni Hunter 706 Love, jó éjszakát mindenkinek előre is, sziasztok! Jó éjt, Hunter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, és köszönöm szépen a 100 bitet, nagyon aranyos vagy, köszönöm, jó éjszakán! Jajajajajajaj! Ez nagyon-nagyon tetszik, amúgy, hogy van ez a bulám, aki random velem tart. És ahogy elindulunk, ő így mondja, hogy mi van. Most azt mondta, hogy mehetünk ide vagy oda, ezt vagy azt csinálhatjuk, amit szeretnéd. Hogy nem tudom, valamilyen hajókat elsüllyeszthetünk. De ez egy sziget. Hogy lesz ez egy merchant hajó itt? Összem értem, de mindjárt kiderül. Ó, ez hármas szintű, őt nem bántom. Ő is. Innen kéne ellopnunk valamit? Ezek merchantok? Hát, lehet, hogy őket kell sieszteni. Igen, de baszki, ezek hármas szintűek. És ezt magát, ezt a helyet is szét kell bombáznom. Na jó. Good luck! Hármas szintűek, én egyes. Induljunk el. Jók, nagyok ránk basznak.
Az a jó, hogy a másik nem lő ránk. Mert akkor végünk lenne. A másik részén, ahol ránk lőttek a hajók, ott az volt a baj. Hogy egyszerre több lőtt ránk. Nagyon nice-os. Jó. 3/6, és akkor megyünk a másik után. Eléggé lesebeztek. Mennyi cooldown van a repair kitünkön? Lehet, hogy egy perc. Ez még jó lenne a harc előtt benyomatni. Cannot carry that match. Alig vettem fel valami. What do you mean? Most nincs több repair kitünk, mert én nyomogatom. Na várjatok. Hú! Majdnem meghaltunk, de... lő ránk valaki. Egy kettes szín... De miért? De most ki vagy? Úristen, valaki ott mászik. Valaki... De te most ki a faszon vagy? Skirmisher. Nekem merchant kell. Ah, igen, ezt a merchant. Azt el tudtam volna sészni, ha ez most nem popáltankodik ide. És nincs több? De biztos van repair kitem, még most vettem. Hova tűnt ez a merchantek? Az egy player? Én túl messze vagyok. Van, aki elkezd a merchantot lőni. Kell, nem látni. Én elnyomnék még egyet. Igen, az a baj, nem... Tehát, hogy van cooldown ezen a repair kitem. Az, szerintem az is egy skirmish. Ezek a skirmishek random nekem? Nem, az egy merchant. Egyedül. Na, őt megtámadjuk. Mit gondolsz, eddig látottak alapján, te megveszed majd a játékot? Szerintem igen, Scholar, én alapból tudtam, hogy nagyon fog tetszeni. Én nagyon szeretem a... De miért az világít, hogy azt elmondjam? Nagyon szeretem a kalózos játékokat. Azért még amiatt tudtam ilyenfajta játékkal. Mint például... Tehát, hogy ilyenfajta a battle. De nekem nagyon tetszik. Hát ez kb. Semmit nem sebez, hogyha a vitorlát sebzem. Ők viszont elég sokat. Ugye az oldalán kell, ez piros, hát van, akkor 400-et sebző. Csak el kéne őket... csalni, hogy ne menjünk megint oda a skirmiséghez. De már jön, már ott van, Getz. Már lő, nem tudom. Hát próbálom, de nem működik az erbetű. Baszki. Hagyjál már! Sútyerák! Igen, tudom. Az egy player? Úristen, ide jött segíteni nekem egy player. Elsülyezte... Vagy mi történt? Elsülyeztette? Jól láttam, ez kirmist. Ricsi. Contract failed. Miért? Miért írja ki, hogy contract failed?
Valami időre volt valami kontraktom? Ez most nem, nem az fajlolt, amit éppen csinálok. Na jó. Az a player elsülyeztette, az kettes szintű. Mondom, a kettes az már nagyon OP. Elsülyeztette mind a két hajót. Mondjuk már félig lesöbeztem az egyiket. Aha, és a loot az nekem is megvolt. Köszi! Thank you, my friend. For the help. Jó, és még egyet kell elsülyeztenem. Gabi, szia! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a harmadik hónapot, mi is, hogy vagy? Nem akar továbbiakban is segíteni nekem ez az underdog? Gyere már, legyünk már partiba. Elvileg akkor double the loot, meg minden. Szóval, Scholari, én szeretném azt a... Ja, ő is ezt a questet csinálja. De az hogy lehet, hogy ő sokkal magasabb szintű, mint én? Ti ezt értitek? Most mi az Isten sebzet? Valamit nagyon rosszul csinálok. Neki megy a boarding. Vagy nem, nem, neki is sikerült. Azt hittem, hogy elsüllyedt, és megremelte a... De konkrétan semmit nem sebzett bele. A playerbe. Ez a kettes szint, ez ilyen OP. Vagy én nem tudom, mit rakott a hajójára, hogy ilyen kemény. Szóval ne arra buszkolari, mert sokat gyere kezdek bele. Van az a Ubisoft Plus, vagy mi a neve, ami olyan, mint a Game Pass. Arra szeretnék előfizetni, hogy tudjak a... az avatárral is játszani. Most nem tudom, ez nem merchant volt? Még ugyanúgy még mindig egy hiányzik. Megpróbálok partiba menni ezzel az underdoggal. Nem tudom, megnyomtam az F-et, lehet, hogy nem sikerült. De így azonnal megállt a hajom, ahogy megnyomtam az F-et. Na jó, lehet, hogy csak leszar minket. Na, az egy merchant. Aha, és tök jó, hogy mondja a crew, hogy kapitány, az a hajó, ami kell nekünk a questhez, ugye. Vagy hát kapitány, azt mondták, hogy Captaini! That ship is what we're looking for. Hát nem max sharpink, illetve repair kitünk nincs több szerintem, de nem baj, már a merchant nem sebez sokat. Na gyere csak ide. Attack! De ezek hogy nem? Ú, azért ő is damage-el jó sokat. Aha, nincs több repair kitünk, hiába nyomogatom. Az mondjuk gondos. De hogy miért nem találom el ezt a weak pointot? Visszavonulás. Hű. De van repair kit. Nem tudom, miért nem sikerült. Szia, Kett, milyen játék? Váltja? Nem, nem váltja, mert nagyon más a kettő, nem lehet összehasonlítani egyáltalán a kettőt, szóval mind a kettő jó. Nőség, Kett. Igen, itt nem egy kalóz, kalóz irányít, azt legalábbis a vizem, hanem egy hajót, meg egy teljes krút. Na végre sikerült a weak pointot eltállni.
Ez annak a másik playernek se sikerült, néztem. Hogy ő is megpróbált bordolni, és nem sikerült. Happy Christmas! Nice-os. Merry Christmas! Merry Christmas! Oké, na megvan a kvesz. Híres utolsó mondat, jé, ő nekem jött segíteni. Köszi minden, oké, megnézem már ezt a játékot nálad, hogy mi ez, mit kell csinálni, gyűjtegetni, meg feladatokat csinálni. Igen, meg harcolni. Egyelőre PvE hajókkal. Anyád, te most mit keresel itt? Később meg majd lesz PvP benne. Miért nem indul el a hajó? Akkor gyere nekem. Ez most így nem mert csant, azt hiszem, ez egy ilyen skirmis. Ezek valamilyen őrök lehetnek, vagy ilyen hogy mondják ezt? Marine. Akik így a kalózok elől megvédik a good people-t. Jaj. Nagyok le a köztet. Szóval igen, a vízben nagyon sok loot van, azokat gyűjtögetni kell, meg a szigetek szélén. Van egy fősztori is, rengeteg quest, eventek, hajókat kell szétlőni, van vadászat is, de azt még igazából nem próbáltuk. Igen, értem is az előbb, hogy az Ubi Plus csak 14.99-es, így lehet rendesen játszani játékkal, mielőtt kiadná rá az ember a 80 eurót. 60, nem? Azt hiszem 60 euró lesz. Vagy 60 dollár. De amúgy igen, az nagyon megéri, legalábbis most. Hogy két játék is, két Ubisoftos játék is, amivel szívesen játszanék, ez meg az Avatar. Mert amúgy nem érném meg egyébként, mert én nem nagyon szeretem a Ubisoft játékokat, mert engem nem nagyon érdekeltek eddig. Úr is emlékszem, egy játékot vettem meg, ami Ubisoftos volt. És milyen szar volt. Úristen, kifizettem 20 ezerért, de hogy minek? Kétszer játszottam vele, az a... Fú, mi volt ennek a neve? Valami Riders Republic. Hogy rákattantam, és utána soha nem vettem elő, mert tel is tele volt bukkal. De hogy így... tel is tele. De lehet, hogy elő kéne mostanában menni. Már nem tudom, hol vettem meg, mert a Ubisoft alkalmazásban nincs benne. Pedig a Ubisofton keresztül vettem meg, és nem értem, hogy hova tűnt a játék. Valirank grind. Semmi érdekes, végre van több szabad időm, mert soha egyetemi projektet befejeztem. Ez az! Ügyes vagy, Kat. Milyen rangban vagy most Valiban? Van most egyébként új Battle Pass? Sziasztok, minden oké, és ne örülök, Gabi. Régóta szerettem volna játszani hasonló játékkal, most már csak egy űrös játékot kell találni, ami nem horror. És milyen? Most hogy kijött ez a... Vagy nem most jött ki a Star Citizen? Vagy melyik volt, ami most jött ki? Ami űrös játék? Nem, Sky... Húha. Nem vágom ezeket az űrös játékokat. Az egyetlen űrös játék szerintem, amivel játszottam, de az kurva jó, az a Mass Effect. Lehet, hogy a Premium 80, ez így csak fejből jött. Pedig az jó volt? Hát jó volt, de nem lehet. Vagy legalábbis én nem tudtam többet rakni bele, mint egy-két nap. Nem lehet panaszt tenni. Hát... Nem tudom. Mindenki, ilyenkor mindenkinek bukos, nem csak nekem, ugye. Starfield, na, majdnem sikerült.
Igen, én is azt hallottam, hogy nem lett jó. De hát ez is ízlések is pofonak. Ez micsoda ez, ami bribe? Megvesztegetem. Mit? Nem tudom, ez egy másik quest? Most valamit megvesztegettem őket. Valamiért.